kékszínű sátrak a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet parkolójában. Ezekben végzik a szakemberek az ideérkező betegek előszűrését. Az intézmény május 6-a óta várja újra a járó betegellátásra érkezőket. 11 osztályon kezdtek el újra dolgozni az orvosok és az ápolók. Komoly változás viszont, hogy egyelőre csak telefonos bejelentkezést követően tudnak betegeket fogadni, a korábban adott időpontok pedig érvényüket vesztették. A telefonos bejelentkezést követően az illetékes szakorvos visszahívja az érdeklődő beteget, majd kikérdezést követően dönt arról, hogy szükséges-e a személyes konzultáció. A kórház dolgozói kérik, hogy az intézménybe érkezők minden esetben használjanak saját szájmaszkot, és a kapott időpont előtt lehetőleg 20 perccel kísérő nélkül érkezzenek. A már működő osztályok telefonszámai és a bejelentkezésre használható időpontok részletesen megtalálhatóak a bonyhadkórház.hu internetes címen.